A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn- és baleset megelőzési magazin műsorunk alkalmával. Mai vendégem Fügedi László úr, a Fehérgyűr Közhasznú Egyesületnek az elnöke, mégpedig arra fogunk beszélni, hogy az idei esztendőben mi várható a bűncselekmény áldozatjának a megsegítése terén. Tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Hát két bő esztendő után egy szűk esztendőhöz érkezett el az Egyesületünk, mert idén január 31-ével a támopos projektünk befejeződött, ami biztosította két éven keresztül az Egyesület szakmai munkáját. És mivel új pályázatok nincsenek, az Egyesület működéséhez is nagyon nagy erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni. Mert az az érzésem, hogy az áldozatsegítés valahogy senkit nem érdekel. Beszélünk róla, de azok a szervezetek, akik áldozatsegítéssel foglalkoznak, azoknak munkájának az elismerése, segítése az problémás. Idén is több céget, állami, civilt megkerestünk, hogy támogassa egyesületünket. Egyrésztől választ se kapunk a megkeresésre, ahonnan választ kapunk, onnan pedig az jön, hogy ezt a fajta tevékenységet nem támogatják. Hát én tudom, hogy ennek nincs olyan nagy reklámértéke, mint hogyha egy sportrendezvényt támogatnak, vagy beteg gyerekeket segítenek, vagy éppen állatokkal foglalkoznak. Disznó hízlaldát adunk át. Úgyhogy hát sok mindenre vonatkozik, de ugye áldozatok mindig vannak, lesznek, és voltak is. Mint ahogy ugye most a múlt héten volt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak az ülése, amelynek egyesületünk a három civil szervezet közül egyik tagja, ahol éppen napi rendi pont volt a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia és ebből adódó áldozatsegítési feladatok, aktuális kérdései, problémái, megoldási lehetőségei. És ezen a megbeszélésen elmondtam többek között azt is, hogy nagyon nagy gond az, hogy nagyon nehéz támogatókat találni, akik ezt a fajta tevékenységet segítik. Hát a legfőbb támogatónk az ugye az Igazságügyminisztérium, mivel a Belügyminisztérium néhány évvel ezelőtt az áldozatsegítést teljes egészében átadta az Igazságügyminisztériumnak, de itt pedig, amit kaptunk támogatást, az részben elegendő a munkabérekre, járulékaira, de nem teljes összegre, a rezsiköltségre pedig egyáltalán, nem beszélve az, hogy az áldozatok részére kifizetett segélyekre se tudtunk támogatásokat kapni. Hát próbálkozunk egyéb szervezetekkel, eddig két nagyobb cég volt, akitől kaptunk támogatást, az egyik az Országos Takarékpénztár, a másik pedig a Siófoki Önkormányzat, illetve várható kisebb összegek önkormányzatoktól, ahova benyújtottuk a támogatási kérelmünket, pályázatunkat, így az öt kerületi önkormányzathoz, lenne a Balaton partján Zamárdiba, illetve Bács-Kiskun megyébe a Kecskeméti önkormányzathoz, ahol ilyen jellegű kiírások voltak. És várjuk, hogy döntés szülessen, hogy milyen támogatásokat kapunk, illetve bízunk, hogy azok, akiknek írtunk levelet támogatás céljából, hogy netántán előveszik a levelünket, és válaszolnak rá, és netántán véletlenül egyszer egy pozitívum is lesz benne, hogy igen, az önök működését is támogatjuk. Hát nem sok reményt fűzök ehhez, mert a sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy akik, hogyha egy hónapon belül nem válaszolnak, azok a későbbiekben sem fognak válaszolni.
Azt is mondják, hogy ha nincs valami ismerős vagy támogató annál a cégnél, ahova beadjuk, aki szólna az érdekünkbe, akkor ne is számítsunk rá. Kétségbeesés. Hát kétségbeesés. Sajnos ez így között van az ember, Laci. Szóval az emberben fölfúr a vér, mikor ezt hallja, hogy elmondott, hogy mindenki lepasszolja, abszolút nem érzi kötelességének belülről, hogy a szerencsétlen áldozat nem önszántából lesz valaki áldozat, azzá válik. Azzá válik. De nem kívánom, hogy azok az emberek, akik így lepasszolják ezt a segítést, hogy egyszer ők kerüljenek olyan helyzetbe, ők meg fogják biztos oldani. De a szerencsétlenebbje nem tudja megoldani. Igen, mert ugye amikor a bűnmegelőzés, az, hála Istennek, az támogatják, és az a kormányprogramban benne van, és pénz is van rá, de azt jól tudjuk mindnyájan, hogy a bűnmegelőzés soha nem lesz tökéletes. Bűncselekmények mindig lesznek, mindig voltak, és ebből kifolyólag áldozatok is mindig lesznek, és mindig vannak. Hogy ne menjek messzire, itt van a mai nap, mielőtt az irodából eljöttem, az az ember keresett meg bennünket, akit itt a hétvégén a nyugati pályaudvaron 4 biztonsági őr agyba főbevert, úgyhogy a fogát is kiverték. És az a meglepő... Ez a mozgás sérült? Nem, kemós kezelésen volt idefönt. Ja, meg volt a vasúti jegye is, amit ezek a biztonsági őrök, ők hajléktalannak nézték, részegnek nézték, eltépték a vasúti jegyét, és gyakorlatilag... Milyen alapon? Hát nem tudni, csak azt nem értem, hogy állítólag a nyugati pályaudvar be van kamerázva. És ezeket a kamerákat valakinek nézni kellene. És nem látják azt, hogy van az utcán egy ember, akit 4 ilyen markos legény agyba főbever. Na most ne azt nézzük, hogy milyen a bőrszíme, ez egy kemós kezelésre jött. Azt, ha valaki tudja, egy ilyen kezelés, a kezelés után örül, jó néhány óráig, nagyon rossz instabil állapotban van. De ez kinnült a padon, várta a vonatját, a jegye mindene megvolt, amit meg is mutatott, hogy megvan. Erre széttépték a jegyét. És azért jött, hogy adjunk annyi pénzt, hogy haza tudjon menni. Illetve jogi segítséget kért, amit megígértünk neki, amit megadunk. Tehát ilyen esetek vannak, és ugye nap mint nap előfordul, de egy másik dolog, hogy ez is mai nap történt, hogy ne menjek messzire, itt az 5 kerületbe egyik édesanyja elvitte a gyermekét egy ilyen sportköri foglalkozásra, míg a gyerekben volt, addig ellopták a telefonját meg a pénzét. És ugye azért jöttek, hogy hát az a pénz volt nála, amit be kellett volna fizetni neki a sportkörre. Tehát szóval, de egyszerűen megáll az ember esze, hogy még egy ilyen zárt rendezvényen, ahol azok mennek, akik valahogy részt vesznek, meglopják a másikat. Tehát éppen ezért kellene magával az áldozatvédelemmel is egy kicsit többet foglalkozni, mert sajnos nap mint nap vannak esetek, nap mint nap vannak áldozatok, és ezek segítségre szorulnak, és az, hogy jogi, pszichológiai, lelki támaszt tudunk, segítséget tudunk nekik nyújtani, emellett szükség van anyagi támogatásra is, de az, hogy működtetni tudjuk az egész rendszert, a rendszer támogatására is szükség lenne. Hát az egyesületünk ugye a tavalyi évben volt 25 éves. Jelen pillanatban 19 irodánk van az ország különböző részein, itt 26 kollega dolgozik nap mint nap. Hát szóval, ha elárulom, hogy mennyi a havi fizetésük, akkor hogy sokan meglepődnének, hogy ezért a pénzért ő be se tenné a lábát ebbe az irodába, és ezek az emberek döntő többsége már 10-15, sőt van, aki 20 éve itt dolgozik, és elhivatottság lélek kérdése, szóval vézik az ember szíve, mikor hallja azt, hogy a környező országokban, meg egy kicsit távolabb, mennyi pénzt adnak a károsultak megsegítésére Írországban, Hollandiában. Hát tudod, igen. Mikor volt a nemzetközi értékezlet a fehér gyűrűnek, hát ott mondták el, hogy őrült pénzeket. Ja, a negyedét kapnánk, akkor örülnénk neki. Én azt mondom, hogy a tizedét. Tizedét. Csak egy, ne menjünk messzire. Az elmúlt évben nagyon jó a kapcsolatunk a szomszédos országok civil áldozatvédő szervezeteivel, és ugye a legrégebbi közé, az első 5 közé, ahol mi is tartozunk, tartozik Ausztria is. És tavaly voltunk náluk,
és ők elmondták, hogy csak segélyre kaptak az elmúlt évben 5 millió eurót. Igen, emlékszem rá, együtt voltunk. Úgyhogy azért mondom, hogy igen, tisztességes pénz. Amellett ugye az osztrák telefontársaság adott a ottani Weiseringnek egy ingyenes telefonvonalat, amit 24 órán át hívhatnak az áldozatok, hogyha szükségük van rá, és akik a telefon végén vannak, akik fogadják az áldozatok hívásait, azoknak a munkabérét teljes egészében az igazságügyminisztérium finanszíroz, ez egy civil szervezet. Emellett Ausztria minden tartományában van irodája a Weiseringnek, ahol 6-8-10 ember dolgozik, és állandóan ott van. Szóval nem véletlen mondtam azt, hogy vízik a szívem, amikor tudom azt, hogy a környező országokban mekkora segítséget, milyen segítséget kapnak az államtól. Igen. És akkor plusz egyéb szervezetek. Itt én úgy látom, az elmúlt időszakban van itt pénz, Laci, mindenre, csak arra nem, amire kell. Szórják mind. Na mindegy, nem mondom, mert csak begurulok. Hát, aki a 24 országban van civil szervezet Európában, ebből a 24-ből, aki a legkevesebb összeget kapja, az én információim szerint. Magyarország. Ez a, nem, mi vagyunk az utolsók, aki előttünk van a sorba, ők a lengyelek, de róluk tudni kell, hogy ők 5 éve alakultak, és csak egy tartományban, a Pomerániában vannak Szczecin központtal, 8 irodájuk van, és amikor 5 évvel ezelőtt megalakultak, az induláshoz kaptak 2 millió eurót, azóta pedig évi 500 ezer eurót. Én azt mondanám, hogy ha mi csak 200 ezer eurónak megfelelő forintot kapnánk egy esztendő működésére, az nekünk bőven elegendő lenne, és le tudnánk fedni az országot. Azokban a megyékbe is eljutnánk, ahol még nincs irodánk, ugye, mert ugye 19 irodát mondtam, de van olyan megye, ahol 3 irodánk is működik. Ez ugye attól függ, hogy az adott megyébe milyen fogadókészség van, mert általában ott nyitunk irodát, ahol ingyen kapunk helyiséget. És vannak olyan kollégák, akik azért a minimális tiszteletdíjért, amit mi tudunk adni, azért ezt a munkát elvállalják. Nagyon sok nyugdíjas rendőr az, aki nálunk irodában dolgozik. És ingyen. Vannak olyanok is, akik gyakorlatilag főállásban még mindig dolgoznak, de munkaidő után pedig áldozatvédelmi tevékenységet nyújtanak nekünk, tehát ez hasonló a polgárőrséghez. Igen, és nem beszélve arról, hogy ugye az elmúlt évben az oktatás területén is próbáltunk lépni, hogy minél több információt eljutassunk mindazokhoz, akik áldozatokkal találkoznak. Így tavaly végig tanítottuk az ország mind a 4 rendőr szakközépiskolá, rendészeti szakközépiskoláját. 1500-1600 hallgató a másodéveseknek tartottunk előadást részben áldozatvédelemről, részben az áldozatvédelemről összefüggő jogi összefüggések, vagy jogi fogalmakról, illetve a pszichológusaink interaktív, ilyen konkrét gyakorlatokat, eseteket dolgoztak föl, hogy a rendőrnek a munkáját segítség is ezzel. Most ezeket az oktatásokat ugye már nem csak a szakközépiskolákban csináljuk, a rendészeti szakközépiskolákban, hanem most már folynak a megbeszéléseink a Nemzetvédelmi Egyetemmel is, illetve a Károly Gáspár Református Egyetemmel is, hogy ott a kriminológus, illetve a jogi hallgatóknak tartunk áldozatvédelmi előadásokat. Ezt csodálatos dolognak tartom, hogy itt igényt tartanak rá. Na de pénzt nem tudnak ők se adni. Csak olyan szakembereket, akik a későbbiek folyamán segíteni tudják ezt a munkát. Szóval azért vagyok továbbra is felháborodva, hogy azok a hivatalos állami szervek, akiknek kötelességük lenne, kötelességük, mikor vállalták, aláírták 25 éve azokat a szerződéseket, amiben le van fektetve, hogy igenis támogatom ezt a szervet. Elfeledkeznek, érdekes módon. De arról nem feledkeznek el, hogy a saját zsebüket azért tisztességesen megtömjék. Hát ugye erről konkrétumot nem tudok mondani, hát, csak azt tudom elmondani, az ember hogy, az újságot. Hogy mi milyen körülmények között működünk és létezünk. Hogy tényleg vannak jó, mert tényleg azt mondom, az elmúlt 2 év az Egyesület életében csodálatos volt, mert
sok mindenre volt lehetőség, és előtérbe kerülhetett a szakmai munka, és sok mindent meg tudtunk valósítani, és belefutottunk olyanokba, amiben úgy döntöttünk, hogy ezt folytatni kellene, tovább kellene vinni. Bizony. De egyelőre ebbe az évbe nincs lehetőségünk arra, hogy hasonló rendezvényeket, vagy ilyen kutatásokat végezzünk, ami egy-egy megyének a áldozatvédelemmel, krízis helyzetben lévőknek a krízis helyzetben lévőkkel való foglalkozást segítse, mert hát próbálkozunk, keressük a pályázatokat, bízunk benne, hogy most ebbe az új európai ciklusba ismét ezek a támogatott pályázatok visszajönnek, eddig még nem láttuk még a nyomát se, nem is hallottunk beszélni róla senkit, aki ebbe illetékes nyilatkozzon, de bízunk benne, hogy az idén meg fog állítólag jelenni több mint 100 új pályázat, hát ha lesz köztük csak egy legalább, ami az áldozatvédelmet is segíti, mert sajnos ezt megelőző két évvel évekig semmilyen jellegű pályázat nem volt, ahol áldozatvédelemmel kapcsolatosan pályázása. Az emberbe fölmerül az, mint hogyha a kormány direkt tönkre akarná tenni az áldozatvédelmet. Ezek alapján az ember nem tud más feltételezni, és főleg akik ezzel foglalkoznak. Uh-huh. Mélyebben. Hát ugye működik az állami áldozatsegítés, ugye minden megyeszékhelyen és a fővárosban van egy irodájuk, de itt is azt kell mondanom, hogy amikor 2006-ban megalakultak, minimum 3 fő minden irodába dolgozott, ilyen megyei irodába. Most tudom, hogy van olyan iroda, ahol egy ember van az, aki áldozatvédelemmel foglalkozik. Nem járok messze tehát a valóságtól. Ez a sok átszervezés, ami az ő részükről is tolt, mert ugye 2006-9. éve létezik ez a szervezet, és azt hiszem most van a 4. átszervezés alatt. Úgyhogy, ez mind pénz, minden átszervezés pénzzel jár, nem is kevéssel. Ezt mindenki tudja. Ezt a pénzt inkább erre kellene fordítani, az áldozatok igen. megsegítésére. Hát igen, kellene, mert szükségük van ezeknek az embereknek. Én meglepődtem azon, hogy ugye 3. éve van, amikor rendszeresen foglalkozunk olyan emberekkel, akik különböző krízis helyzetbe kerülnek, mármint ezen a területen dolgozó embereket értem, tehát rendőröket, családsegítő szolgálatokat, gyámhivatalok munkatársai, akik hallják ezt a sok-sok rossz dolgot, amit elmondanak, akik hozzánk jutnak, és ezek az emberek egy idő után, hogy ne égjenek ki, ne fásuljanak el, szükségünk van arra, hogy kibeszéljék magukból, valaki segítséget adjon, hogy lehet ezt feldolgozni, és egyre több ilyen területről érkező ember keresi fel a mi kollégáinkat. Bizony. És hát erre tényleg szükség van. Mert ugye az egyik nagy terület, amit mondtam, az, hogy arról beszéljünk, hogy tudjanak az emberek róla, hogy vannak ilyen szervezetek, és hogyha bajba jutnak, akkor tudják, hogy hová kell menni. Ez azért is nagyon fontos, mert egy 4 évvel ezelőtti konferenciánkon az Európai Áldozatvédelmi Szervezet elnöke elmondta, hogy fölmérést végeztek a 27 tagországba, és a 27 tagországban Magyarország volt az utolsó helyen, ahol a bűncselekményt szenvedett áldozatok hány százaléka jut el valamilyen áldozatvédő szervezethez, legyen ez civil vagy állami szervezet. Én szégyellem magamat mások helyébe, hogy idáig jutottunk. Úgyhogy azok az országok, ahol akik az élen járnak ebben, ott több mint az 50%-a az áldozatoknak eljut valamilyen szervezethez. Sőt, van olyan ország, ahol amikor a rendőrségen a jegyzőkönyvet fölveszik a bűncselekményről, azonnal megjelenik az adott civil szervezetnek a számítógépén, és még haza se ér az áldozat, már az áldozatvédő szervezettől fölkeresik, hogy tudnak neki segíteni ebbe, meg ebbe igénylie. Utána már maga az áldozat dönti el, hogy milyen van. Most ezzel kapcsolatosan ugye a hollandok azok, akiket mi nagyon irigylünk, mert az egy álom, egy mese, ami nem válik valóra, hogy ők kapják a legnagyobb támogatást a holland kormánytól. Az én 2 évvel ezelőtti számom az 17 millió euró volt éves viszonylatban, amit kaptak. Az elmúlt évben 1 millió eurót fordítottak csak arra,
hogy kidolgoztak egy olyan szoftvert, ami ugyanezt a feladatot fogja Hollandiába ellátni, mint ez az angliai szoftver, mert az angoloknál valósult ez meg, és volt rá pénzük. Uh-huh. Na most ugye nálunk azt mondják, hogy ma is egy ügybe fölvilágosítást akartam kérni az egyik rendőrkapitányságtól, mert hozzánk jöttek segítségért, és a jegyzőkönyv, amit megkaptam, nem volt egyértelmű, de hát ugye nem kaphatok fölvilágosítást, mert egy az, hogy még az ügy nincs lezárva, a másik pedig a személyiségi jogokra hivatkozva telefonon egyáltalán nem lehet, ugye leírom, aztán vagy kapok rá választ, vagy nem, tehát meg inkább kell várnom, az utóbbi. Amíg az áldozat majd valamit mond nekem. Na most ezt Angliában úgy oldották meg, hogy az angol parlament hozott egy olyan törvényt, hogy ebben az esetben a civil áldozatvédő szervezet a szükséges információkat a rendőrhatóságtól meg tudja kopni. Tehát én azt tudom mondani, hogy igen, az lenne, hát a fehér gyűrű nem az a szervezet, amelyik a bűnözők pártján vagy információ tovább. Na de hát az, hogy gátolom a működést, az egy kicsikét furcsa. Minden területen, mindenféleképpen. 25 éve, mikor kint voltam Németországban, és behoztuk ezt a fehér gyűrűt, nem erre számítottam, hogy 25 év után az lesz, ami most van. Hát még csak egy példa, ami szintén nagyon szomorú. Én 6. éve veszek részt aktívan az Európai Áldozatvédő Szervezet munkájába. Minden év novemberében van az elnöki értekezletünk Brüsszelbe, ami össze van kötve egy Európa Parlament üléssel, egy tanácskozással. Ezen a legutóbbin azok az Európa Parlamenti képviselők, akik újonnan kerültek be a parlamentbe, és ezen a területen dolgoznak, ők mutatkoztak be, illetve a régiek is, és elmondták, hogy mi az, amit szeretnének tenni. És erre azt kell mondanom, hogy magyar Európa Parlamenti képviselővel ezen a tanácskozáson én nem találkoztam. Igen, ahol érdembe kéne tenni valamit az emberekért, ott biztos nem vagyunk részt. Hát nagyon szépen köszönöm, és ne haragudjál, hogy így kifakadtam, de azt hiszem, hogy jogos, mert lévén, ahogy említettem, 25 éve jó magam a kollégámmal hoztuk be a fehér gyűrűt az országba, és nem arra számítottunk, hogy ott tartunk, ahol ma vagyunk. Jó, nagyon szépen köszönöm, és hogyha lesz jó hír, azzal is gyerünk. Köszönöm szépen, és remélem, és aki teheti, támogassa a fehér gyűrűt. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és itt kérem önöket, hogyha lehetőségük van, segítsék a civil közhasznú egyesületet, a fehér gyűrűt, mert ne kerüljenek bajba, de ha bajba kerültek, akkor segítség mindig jól jön. Viszontlátásra! A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta.